Sziasztok, jó reggelt! A mai videó egy vlog videó lesz, mert ezt szavaztátok meg Instagramon. Nem nagyon tudok artikulálni, mert nagyon-nagyon fáj a szám. Illetve be van gyulladva szerintem ez a szemem. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, mert tegnap a Katával pilláztunk, és pislogtam. Mert beteg voltam egész héten. Ez lehet egy picit TMI lesz, de egyszerre átment rajtam a hasmenéses vírus, illetve a náthás torok gyulladásos vírus, és aztán még megspékeltem ezt egy felfázással, szóval 3 napig nem keltem ki az ágyból. És hát a lakásba be kell, hogy valljam nektek, hogy 3 napos kajamaradékok vannak az asztalon, a tűzhelyen, mert anya meg elutazott, szóval van baj szatyorral, ahogy itt mondani szoktuk. Úgyhogy ezt most iszonyatosan lendületesen el kell, hogy dzsuvázzam innen. Ma egy picivel már jobban vagyok, mert este jönnek át a barátnaim X Faktort nézni, meg kajálni. Csinálok valami vacsit, hogy mit, azt fogalmam így. Mert mindamellett, hogy egy hete nem takarítottam, és 3 napos kajamaradékok vannak az asztalon, meg a tűzhelyen. Ó, Istenem, rá se akarok nézni. Mindamellett üres a hűtő, de ami van benne, az is biztos, hogy romlott, szóval. 11 van, éjféltől 11-ig aludtam megint. A héten már volt egyszer, hogy 8-tól aludtam 11-ig, este 8-tól. Ha beteg vagyok, mindig ezt csinálom. Szóval el kell kezdeni valamit az életemmel. Kitakarítok mondjuk az kezdésnek, jó? Ja, jó, az jó lesz. Eltelt, Úrram Isten, több mint 4 óra, mióta a legutóbbi klipet felvettem. Hát, összekalapáltam a lakást, azt kell, hogy mondjam. Lehetne még jobb is, de egy hét lemaradását nem lehet egy fél nap alatt bepótolni, szóval, na, a vendégvárásra már alkalmas a lakás, még megy a mosógép, csinálok egy tiramisut. Erdélyi Mónikáéknál láttam az ötletet, úgyhogy csinálok a vendégeknek egy tiramisut, és remélhetőleg 3-tól este 7-ig, az hány óra, 4 óra összeáll. Lehet, hogy csak 3 lesz, mire megcsinálom. Reméljük. Na, megcsináltam a tiramisut, mint láthattátok, illetve magamat is egy picit megcsináltam, mert az már vállalhatatlan volt, hogy kinéztem. És nem is vagyok benne biztos, hogy mondtam nektek az, hogy azért csináltam én tiramisut, meg azért fogok most kajcsit is csinálni, mert áthívtam a barátnőimet, a Sinit, a Nikit és az unokahúgomat, a Nórit, a vacsizni és X-Faktort nézni, aztán pedig lehet, hogy eldurrantunk egy-két szájdert is, és igazából ez a program mára, nem ezért takarítottam azt alapból, kellett, de ezért most pesztós tésztát fogok csinálni, igen. Ha van rá lehetőségem, ha kapok a boltba, veszek egy pár sajtot, és akkor csinálok egy ilyen sajtásszerűséget, és mindenre van 1,5 órám most, hogy ezt összedobjam. A tiramisu már legalább kész van. És akkor menjünk is a boltba, mert kell még egy pár dolog. Az Isten áldjon meg titeket, mindenki, hova mentek, barátaim? Top, top,
Aha, itt a jövőbeli autóm, oda néz. Azaz. Köszönöm szépen. Megvan. És akkor most megyek haza, 18.02 van egyébként, és most van így 50 percem kb. Megcsinálni a kaját. Na, sajtot nem kaptam, szóval előételnek annyit fogunk csinálni, hogy egy kis leveles tésztára rakunk ilyen sajtot, nem sokat látott krém sajtot, illetve lazacot, ez nagyon-nagyon finom lesz, illetve egy kis petrezselyem levelet szállítottat meg, most frisset nincs kedvem összevágni, az a nagy harci helyzet, és ezt egyébként csináltam egyszer az Insta story-ban is, és akkor is mondtátok, hogy osszam meg a receptet, szóval ez a recept. És akkor meghintem egy kis petrezselyem levéllel. Most komolyan kialudt a villany. És akkor ezt mindjárt berakom a sütőbe, hogyha előmelegedett 200 fokon. És 15 percig fogom sütni. És igazából ezzel kb. Lelegeltem mindet, de ez volt a cél. Ja, és így néz ki a pici terasz. Ugye milyen cuki? Ez meg a világítás, amit anya csinált rá. Na, kész a pesto. Nem nagyon látjátok, de kész van. Így, kész a pesto, megkóstolom. Perfect. Oké, okay, mission failed, nem vagyok kész. Hello? Ki az? Hello? Kérünk kicsit álmos. Oh. Mi is az a felszolgálás, kiszolgálás? Így. Ez micsoda? Lazacos, krémsajtos, pufi. Na milyen? Most nem mondd, hogy szar. Én szeretem a halat, szóval amúgy jó. Oké. Okay. És nem lehet érezni. Elmegy? Elmegy? Nem, ez nem jó. Kukába nem dobjuk. Nem, majd azt meg dobnak. Te még nem ehetsz ilyet? Aha. Ezt próbáld újra. Illetve a borsó fejem. Jó kislány mentél. Igen? Hozom a figurát. Nagyon csinos. Köszönöm. Szóval áttelepettünk a kanapére, a konyhát ezt úgy hagytam, ahogy van. És X-faktort nézünk a lányokkal. Oh! Másik oldal. További sok sikert, és azt köszönöm szépen. Kijött hozzám! My baby's here! Hello! Finom amúgy ez? Finom? De nem ettél még ilyet, nem? Nem is olyan rossz. Nem rossz, de nekem tetszik! De főként a mozgás. Oh. Yeah. Nézd, aki röhög! Sütőtökös muffin. Ez a sütőtökös muffin. Mióta van itt nálam? Mondom, hogy nem. Ezt ma hozták a kislányok a szomszédból. Wow. Jó, csináltak a videódból. Igen. Figyelj. És megeszi a csokit. Menj messzebb, és akkor kamerát tartsd úgy, és akkor... És nyomom, és told arra a fejed. Kövessétek az Instagramot. Lesz fönt a sarokban, mert...
azt akartam, hogy ilyen... Mi volt? Ott tombolt, nem maradtad? Csak pingott. De, hát szóltad volna jobban. A sunyi puki a legbüdösebb. Hívva, azt akartam elmondani, hogy a Cimivel egyidős. 97, mikor születtél? Február 1. Na, Cimivel egyidősek vagyunk, mert én meg május, és neki van egy babája. Most gondold már el. Te úgy hiányzik. Dehogy hiányzik. Tényleg? Amúgy tényleg nagyon hiányzik. Most ment el egy órája. Tudom, olyan az, hogy nincs itt, nem? Nekünk nem hiányzik. Mondd ki, ha azt mondja, olyan rossz, hogy nincs itt. Niki feje. Figyelj, Simiéknél van kamera, amin tudja nézni a tőlegényét. És ha mozgatja, akkor mozog a kamera is, és akkor ide fog megnézni, figyelj. És akkor elkezdsz érdekelni. Engem megszólítani tudok el. Na és ez lesz ennek a vlognak a vége, elment a Simi is, meg a Niki is, mennyi az idő, Nóri, ne röhögjél, hadd vlogoljak már. 2:03. 2:03 van. Mi? 2? Jézus Isten, szóval. 2:03 van, lefürödtünk, megágyaztunk, elpakoltunk, és most már lefekszünk aludni, és eltesszük magunkat holnapra. Téged bemutatatlak a Christmas pizsibe? Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a nagyon érdekfeszítő takarításomat és főzésemet egész nap, de ezt szavaztátok meg Instán, és tényleg ezt csináltam ma, szóval. Köszönjük, hogy itt voltatok, és gyertek vissza jövő héten is, mert lesz videó. Sziasztok!